Jó reggelt kívánok mindenkinek, december 2-án. Egy kurva hideg reggelen, annyira hideg, hogy még a hó is esett ma reggel. Szárnyozott a hó. Rohadt életbe. Kurva hideg van. Az a helyzet. Úgy volt egy nap, hogy rájönök arra a 926-os gépre, és ebben a válogató siperető kanállal, nem mancser, csak zsáber, úgy mondják, nem mancser, válogatom ki a vasat a beton közül. Azt fogom csinálni. Közben meghoztak egy böszme nagy mancsert, ami tényleg betonroppantó, de ennek forul is a feje ráadásul. De a nagyobbik fajta nem van valami a másikkal, mert van egy másik kisgép is itten, vagy mancsára dolgozik, de az gyenge. Van itt egy ilyen 926-os másik, gyenge. Most egy igazi nagy erős mancsát hoztak, ami forog. Az, hogy forog vagy nem forog, nem érdekes. Tehát ehhez a munkához, az akkor érdekes, az ember épületet bont. Az akkor érdekes, hogy forog vagy nem forog. Ehhez a munkához itt nem sokra vizet zavar a forgása. De remélem, hogy elég erős lesz ahhoz, és gyors, hogy tudja őrölni a betont. És mondták, hogy válaszol a két gép közül, melyik akar dolgozni. Hát ugye választhattam volna a 926-ost. Sokkal nem ilyen getva az ablaka neki, mint ennek. Meg még az elektromos üzemanyag pumpája is jó, nem kell naponta kézzel felhúzni. Szóval választhattam volna azt. De valahogy nekem az nem annyira szimpatikus. Én kicsipelhetném egyenként a vasarat a izé közül. Ez annyira nem. És aztán mondtam, hogy inkább maradok ezen a gépen. És izé. És a mancsára dolgozok. Na. Mi van? Az öreg átöltözik arra, vagy mi van? Az öreg dolgozott eddig a izéval, a csiperjetővel. Most átmegy a Litvánnak a gépére. A kanalos gépre. Átül a konolos és a litván gyerek fog majd a másikra dolgozni. Mi ez az átrendeződés itten? Mi ez az átrendeződés? Ugyanis van itt egy másik mancsár, egyébként az a mancsár adni. Az a mancsár. Ott a henger mellett. Az is forog. Az is forog. De olyan lassan csukrodik a pofája, nem kap elég olajat a gépre valami miatt. Rá akarták szerelni erre a... És ez az előttem levő gép. De brási nem megy. No, have brush, but... Should be there, brush. People will fucking need brush. No. Tizenetet baszod, hát ez is sok írtam a gépet. Na. És nem kap elég olajat ez a kibaszott mancsár, mert nincs rajta olló.
avval, amivel én dolgoztam, ami összetört, mert amit most hoztak, annak van két ilyen hosszú, nagyon széles, hosszú téglaparakú vas belehegyezte mind a két pofarészbe, ami egymás mellett megy el. És képes elvárni egy betonvasat is, és nagyon jól lehet vele őrölni, tehát a gerendákat összecsippenteni. Tehát úgy, az a lényeg, hogy a mancserrel úgy kell dolgozni, mint hogyha ti például ólóval vágtok egy nagyon erős kartonpapírt, nyilván a hegyével nem tudod elvágni, hanem befogod teljesen befogod a tövébe, és a tövébe befogod, és ott nagyobb erőt tud kifejteni nyilvánvalóan. A mancser ugyanígy működik. És van neki, mondom, annak egy olló része is, meg annak is ott, amit elvittek, ennek nincsen. Ennek jól látszik egyébként, hogy ennek nincsen. Ennek csak fogai vannak. Nincs olló része, vágó része. Na mindegy. Nem tudom, hogy majd felszereljük mindjárt majd, hogy lesz, mint lesz. Melyik, azt sem tudom, hogy egyébként, hogy melyik gomb vagy billenő kapcsoló működteti a izét, a fordítóját. Mert maga a pofarész, az egy pedállal működik. Maga a pofarész. Tehát a csukod is nyitódik, az egy pedállal működik. A forgása, hogy forogjon, az valamelyik kezelő karon. Hát itt van, azt mondja, két kezelőkar, azt mondja, 6-8 gomb van rajta. 6 gomb, nyomógomb, meg egy billenőkapcsoló, meg egy nyomókapcsoló. Tehát... valószínűleg ez a billenő nyomókapcsoló fogja működtetni. Na majd kiderül. Meglátjuk, hogy mi lesz. Mert az üvegnek egyetlen egy dolog segítene ezen az üvegen egyébként, ha kitörnem. Ha bebaszna egy betondarab, ez akkor segítene rajta, ha legyen valakor kicserjenek egy újra. Az a helyzet. Azt segítene ezen az üvegen. Ha betalálna rajta egy betondarab. Na. Van egy 8-7 perc, amíg el lehet indítani a gépet, addig nem lehet. Csak 8 óra, akkor lehet. Itt egy lakóházat vannak mellettünk. Mondom, a pornak nagyon örülhetnek. Na de hát ez van. Végül is örülhetnek egyébként itt a lakók, mert egy iskola épül itt. Egy hatalmas nagy iskola épül, az pedig hát azért mégis csak egy lakóövezetben. Azért mégiscsak jó. Ezt az épület az irodaház volt, azt ugye lebontjuk itt most. És most egy korszerű általános iskola fog épülni. Egy primary, meg egy secondary. Úgyhogy ez egy teljesen hatalmas nagy iskola lesz egyébként. Hatalmas nagy, iszonyatos nagy iskola. Úgyhogy ez mindenképpen környéknek a javára válik. Most egyelőre ennyi. Ma jelentkezem, hogyha felszereltük a macset. Hát az első mozdulatok az új mancserral. Új, ezen a gépen új a... Amúgy ez is egy öreg szar. Első mozdulatok
azok. Forgó pörgő tüdő. Látjátok? Fogom. Kérem szépen! Na, csak arra kérdeztet, hogy tudom, mert itt nem tudunk elfelelni mellette.
erős egyáltalán. Erős azért. Nem reagál erre kibontott fordítóra, csak nagyon-nagyon lassan. Azt a picsában. Hát a másik jobb volt. Ez tény. Hát ez nagyon szar. Megmondom úgy, ahogy van, hogy ez nagyon szar. Na hát ezt egy kicsit meg kell szokni, az a helyzet.
kell szólni, kérem szépen. Egy sajátos technikája, rá kell jönni, aztán úgy lehet vele dolgozni. Miért van?
igen erősen meg kell ezt szokni. Ehhez már tényleg kell némi gyakorlat.
kétes. Mikor a robó, mint a marha, azt nem csinál semmit.
ez körülbelül. Ez volt, hogy azonnal reagálna a fordítónak a parancsára, de nem reagál. Ez a baj.
Hát csináltam már jobbadót is. Az a helyzet. Kérem szépen, valami szarábbel dolgoznál a mancsárral. Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen szar. De hát, majd megszokom. Mert hát ilyen pördővel meg amúgy se dolgoztam, de egyszerűen nem reagál. Tehát annyira szar, hogy nyomom neki a pördőjét, és nem reagál rá. Na mindegy. Mai reggelim viszont, mondtam, hogy veszek még ilyet, mert íz lett. Ez a litván, igen, ez a litván füstölt hal. Szóval a litván volt, ha jól tudom, hogy nem az, hogy milyen. Nem hihetettem múltkor. Nem hihetettem múltkor. Nézd már. Hasonlót vettem a múltkor, valami litván, de ez nem az. Ez valami más. Állj bele, barátom, a jó Isten a faszát rakja beléd, hát ebédidő van, vagy reggelidő, vagy mi a faszom? Ide forul az orrom alá, hát nem hiszem el. Nem hiszem el. Fogom önteni magam olajjal, az a véleményem. Na nézzük. Sportni egyébként, semmi egyéb.
Nagyon külön. Jó.
There's two rocking on wood. Ez a kenyér is, ez román kenyér. Jó. Tradicionális Transylvanian bread, Erdély kenyér. Traditional Transylvanian bread. Erdély kenyér, nézzétek meg. Marasna egyébként. Nagyon jó az a kenyér. Azt kell mondanom. Hát lesz még egy kis bénázás ebben a mancserral, úgy látom. Na mindegy. Na kérdez szépen, ez egy igazi nagy falat. Nézzük, hogy boldogulunk vele. Ez egy igazi nagy falat. Thank you.
vassal. Ez az igazi kihívás, jöjjön szépen. Ez az igazi kihívás.
Adjad neki! Adjad neki! Hát adjad neki!
Na, hát erről van szó. Na itt kezdődik a szakma. Valahol.